Elkezdődött az őszi szezon a Tolnai Vitásport Egyesület röplabdásainak a számára. Szeptembertől a Lovardában folyik a felkészülés, az összeszokott ifjúsági csapat örömmel vesz részt az edzéseken, azt mondják, mindig nagyon jó együtt lenni a társaikkal. Körülbelül több mint 1,5 éve röplabdázom, és a tesi tanárom invitált ide, illetve a barátnőm is már ide járt, és tőlük hallottam, és kedvet kaptam hozzá. Amit a legjobban szeretek benne, az a csapat. A teremröplabda ugye egy csapatjáték, tehát 6 embernek együttesen kell összedolgoznia, és az, hogy hogyan találjuk meg a közös hangot, hogyan tudjuk segíteni egymást, az nagyon érdekes és nagyon magával ragadó, és a játék is, ahogy megy a labda, és akkor nem tudom, segítünk egymásnak, kiabálunk egymásnak, és annyira jó érzés, és igazán küzdünk egymásért, és együtt küzdünk. Az érintések elsajátítása, a nyitás elsajátítása, az mindenkinek máshogy megy, mindenkinek más technikával megy, és ez a legnehezebb, meg a kommunikáció egymással, hogy ki megy a labdáért, hogyan megyünk a labdáért, akkor hogyan rakjuk át, átrakjuk-e. Ezek a kommunikációs részek a nehezebbek. A kezdőknél nyilván az érintések és a tanulás folyamata, később pedig ugye ki kell alakulnia a játéknak, hogy hogyan kell játszani, kinek mi a feladata, ki milyen poszton játszik, és ez a legfontosabb, hogy ezt beosszuk, és megbeszéljük, és egységes legyen. Kovács Eszter 3 éve röplabdázik az Egyesület színeiben. Nagyon örültem neki, mert a gimnáziumban mondták, hogy van röplabdára is lehetőség, és ugye úgymond az Egyesület hozzátartozik a gimnáziumhoz, ez a gimnáziumnak a terme, ugye, a tesi terme, és nagyon örültem neki, nagyon szívesek is voltak a felettem járóbbak, és most már átvettük a helyüket nagyjából, ugyanis már mi vagyunk a nagyobb, fura belegondolni, de hát már 3 éve röplabdázunk. A röplabda nagyrészt azért is jött döntésembe, ugyanis magas vagyok, és nagyon sokan mondták, hogy akkor, ha nem kosár, akkor legyen a röplabda, és ezáltal strandröplabdára is ugyanúgy járunk, mert az Egyesületnek van Szekszárdon egy strandröplabda része is, de ugye az térre bezár, úgymond, és ilyenkor ők is áttérnek erre a teremröplabdára. A közösségünk az elmondhatom, hogy nagyon jó, tehát hogy nincs olyan, hogy ne úgy mennénk haza edzésre, hogy fáradtan, de nevetve. Tehát hogy nagyon sokat szoktunk nevetni így, amikor így esetleg szerválunk, és akkor így valaki elszólja magát valamivel, akkor az így fél órás szünet esetleg, hogy na akkor ezt várjuk meg, nevessük ki. De amúgy nagyon el szoktunk lenni, a közösség is összetartó. Néha persze vannak viták, meg emberek között eltérések, de úgy érzem, meg tudjuk beszélni. Én mondjuk zeneiskolában is ugyanúgy járok, és azzal volt egy kicsit nehéz összeegyeztetni, de amúgy, hogyha csak röplabdáznék, ugyanúgy össze lehetne egyeztetni a kettőt, szerintem. A nyári strandröplabda időszaka is eredményesen zárult a csapat számára, most pedig bizakodva várják az előttük álló őszi versenyszezont. Befejeztük a strandröplabda szezonunkat, nagyon meg vagyok elégedve. Rengeteg versenyen voltunk, mi is sok versenyt rendeztünk, nagyon sok gyerekünk van. A nyáron nőtt a bázisunk, fiúk, lányok, sokat jöttek hozzánk edzésre, ezért az őszi szezonba belemerünk vágni a teremröplabda szezonba. Az U17-es lánybajnokságba fogunk indulni, és az U15-ös lánybajnokságba is benevezünk. Ezt úgy terveztük, hogy a csapat egyik fele a szekszárdi utánpótlásbázisból, a másik fele a tolnai utánpótlásbázisból fog állni, és a meccseket itt Tolnán fogjuk játszani, itt a Tolnai Kultúrális Központban. A szekszárdi szakosztály is, meg a tolnai szakosztály is a Vitásport és Szabadidő Egyesületnek az égisze alatt van, és van egy strandröplabda sport, amit űzünk, annak főleg nyáron van, ugye a természetéből akadóan a versenyszezona, és most merünk belevágni a teremröplabdába, vagyunk annyian, hogy belevágunk a teremröplabdába is. Még a szekszárdi bázisunkat úgy fel szeretnénk fejleszteni, hogy ott legyen annyi fiú, hogy egy fiú csapattal is el tudjunk indulni. Itt egy pár ember még hiányzik, még nem mer belevágni ebbe. Szeptembertől elindult egy kezdőcsapat is, a haladók létszáma pedig a szekszárdi tagokkal együtt közel 50 főt tesz ki. Ebből is látszik, hogy ez a sport igen nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében. Tolnán a Farkas Zsuzsanna, kolléganőm és én, Herczig Gábor tartjuk az edzéseket, mind a ketten röplabdaedzők vagyunk. Szekszárdon Tóth Gábor tart edzéseket, és Bakusz Ádám, hát Tóth Gábor többszörös országos bajnok strandröplabdába és teremröplabdába, és szintén röplabdaedzői végzettsége, úgyhogy nagyon jó
edzőink vannak, úgy gondolom. Heti két edzésünk van, tehát ez Tolnán is van kettő, meg Szekszárdon is van kettő, és ezt úgy terveztük, hogy ezek átjárhatóak, tehát nagyon sokszor a tolnai gyerekek átmennek a szekszárdi edzésekre, a szekszárdiak átjönnek a tolnai edzésekre. Ez nyáron már nagyon jól működött, főleg úgy, hogy a nyár elején tartottunk egy közös edzőtábort, úgyhogy a két bázis azért jól megismerte egymást. Az egyesület sportolói számára versenyzési lehetőség is adott. Ugye a strandrőplabda szezonban, ez egy érdekes, mert a strandrőplabda bizonyos szempontok szerint egyéni sportnak minősül, tehát ott egyénileg gyűjtik a gyerekek a rangista pontokat, bárkivel indulhatnak párba, akár minden versenyen más pár lehet, akár más egyesületből is lehet pár nekik. A teremrőplabdában pedig a Vitál sport csapata indul, az U17-es lánycsapat és az U15-ös lánycsapat az idő. A fiúkat különböző amatőr tornákra tudjuk vinni, Tolnán is rendezünk egy amatőr tornát, edzőmérkőzéseket játszanak a különböző csapatok ellen, és remélem, hogy a fiúk el tudnak indulni jövőre terembe, illetve hát a fiúknál van már olyan képességű játékos, aki nyomja a télen is a strandrőplabdát, Pesten vannak fedett pályák, és ő indul a téli versenyeken. Ez még csak azoknak jó, akik már olyan szinten vannak, olyan régóta röplabdáznak, akik érdemes ilyen tornákra elmenni. Az egyesület 11-12 éves kortól várja sportolni vágyó fiatalokat a tolnai és a szekszárdi helyszíneken is.